Átadták a Balti-tengertől a Fekete-tengerig tartó 3300 kilométeres Via Kárpátia út újabb magyarországi szakaszát. A Miskolctól Tornyos-Németiig tartó M30-as autópálya gazdasági kitörési pontot jelent a térségnek, és nyugalmat a hármas főútmenti településeknek. A gyorsforgalmi utat Orbán Viktor miniszterelnök adta át kedden a forgalomnak. Az átadási ünnepség után azonnal birtokba vehették az autósok, és varázsütésre eltűnt a hármas főút zsúfoltsága. Volt, mikor 10 percet kellett várni ahhoz, hogy az autóútra fel tudjunk hajtani. A napi 15-20 ezer gépjármű haladt a településünkön. Hát eléggé zajos, ugye reggel már, mikor megindultak a kamionok éjjel 2-3-kor, akkor már ugye ezt észlelte a lakosság éjjel. Napközben meg hát átmenni az egyik oldalról a másik oldalra szinte lehetetlen volt. Tehát nagyon sokat kellett várni, nagyon oda kellett figyelni, pláne időseknek. A zebrán pedig, ugye Csabádon egyetlen egy zebra van, de ott is a gyalogosoknak kellett figyelni, mert nem mindenki vette ezt figyelembe, hogy ott zebra van. Leginkább a kamionokkal történtek balesetek, azért imádkoztunk, hogy ne történjen baleset, mert nagyon életveszélyes volt az autó. A forgalom lecsökkent, csendesen lett a településünk. Hogyha nem volt zaj, mindig arra gondoltunk, hogy baleset van, és megállították a forgalmat. Most viszont egy nyugodtság töltött el mindenkit, köztük engem is, hogy tudtuk, hogy megtörtént ez az átadás, hogy a kamionok nagy része már átment, és a személyautók is meg fogják szokni, hogy tehát aki teheti, az ezt az autópályát fogja használni. Hát sokkal könnyebb szerintem a településen lakóknak, akik közlekedtek, azért a főúton nehéz volt a gyalogos átkelés is, az autóval történő megfordulás, az udvarokról kiállás, beállás, tehát ez sokat jelentett, hogy elment a kamionforgalom nagy része. Ma éjszaka volt az első olyan éjszaka, amikor nem rezegtek az ablakok, és talán nem igazán kellett attól félni, hogy melyik ingatlan udvarában fog éppen egy nagyobb autó vagy egy nagy teljesítményű gépjármű megint berobogni. Az elmúlt időszakban, az elmúlt évek alatt azért elég sok balesetnek lehettünk tanulni a településeken. Sok-sok olyan emberi sorsokat láthattunk, ami a tragédiába is ott volt és jelen volt. Amikor nagy volt a forgalom, akkor nem jó volt. Én szeretek vezetni, de már engem is nagyon bosszantott a forgalom. Most azért sokkal könnyebb. Sőt, sokan megkérdezték, hogy vasárnap van, hogy nem jönnek kamionok. Mindig vártuk, mindig volt, hogy el fog készülni, meg fogják csinálni, és várnunk kellett arra, hogy legyen egy polgári kormányunk, aki ezt meg is valósította. Tehát megígérték, és megvalósították. Várjuk azokat a befektetőket, akik akár lehetőséget látnak abban, hogy településeinket akár potenciális, úgymond befektetési lehetőséggel meg tudják majd keresni. El fog telni 1-2 év, mire felfedezik ezt a térséget is, ezeket a településeket is, ahol potenciát látnak benne, lehetőséget látnak benne, és fognak jönni a vállalkozók, ez pedig az önkormányzatnak adóbevétel, lakosságnak pedig jólétet jelent. Orbán Viktor miniszterelnök elmondta, 2014 és 2020 között 700 milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezett Borsod-Szemplén megyébe. Mint mondotta, az elkövetkező években annyi forrás érkezik, amely mellett ez a 700 milliárd eltörpül. Ez a 700 milliárd forint el fog törpülni azok mellett a fejlesztések mellett, amelyek az önök megyéjére várnak. A terveink kész vannak, az elgondolások megvannak, pénz is lesz rá, tehát csak egy jó kormány, egy épkézláb és cselekvőképes kormány kell, amelyik be is tartja a vállalásait.